A Beregszászi kistérségben a Máltai Szeretetszolgálattal közreműködve több mint egy éve indult be pilot projektként a szociális kártyarendszer, aminek köszönhetően a beérkező támogatásokat egységesen és igazságosan tudják kiosztani, mind a menekültek, mind pedig a helyi lakosok körében. A projekt sikerét látva a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása kidolgozta a kártyás rendszer más kistérségekre történő kiterjesztésének feltételeit. A program mögé állt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amely megteremtette az anyagi hátteret ahhoz, hogy a szükséges eszközöket beszerezhessék a köt tagjai, a tiszaújlaki, valamint a tiszapéterfalvai kistérség számára is. Ezen eszközöket adták ma át a köt munkatársai az említett két önkormányzat számára. Tiszapéterfalva az elsők között jelezte az igényét a multifunkcionális rendszer iránt, ezért már várták az eszközök leszállítását is. Reménykedjünk, hogy gyakorlati segítséget is fog nyújtani a kistérségnek. Mi rögtön az elején jeleztük már, és köszönet is azoknak, akik ezt szervezték és finanszírozták a kártyákat. Jeleztük, hogy mi szeretnénk részt venni benne. Mi úgy terveztük és úgy képzeljük el, hogy minden egyes előjárói körzetben ott lesznek a központok, hogy akik segélyre jogosultak és szeretnének kapni kártyát is és segélyt is, azok ott helyben tudják megkapni azt a nekik járó csomagot. És nagyon reménykedünk abban, hogy lesz mit is adni a rászorulóknak, és így átláthatóbb lesz az egész rendszer. Menet közben fogjuk látni, hogy mit tudunk rákötni a rendszerre. Mindenképp a szociálisan rászorulókról lesz egy tiszta képünk, és ezen belül minden egyes család nyilvántartásban lesz, mert a kártya úgy teszi lehetővé, hogy családonként osztódik ki a kártya. Átláthatóbb lesz, és sokkal jobban fogjuk látni azokat a rászorulókat rögtön napi felbontásban minden látható, és szépen fog látszani, hogy most ki mikor kapott, ki mennyire szorul rá a bizonságére, mennyi a család össze, hány gyerek van például, hogy gyerek, felnőtt, vagy ki az a családban, aki rászoruló, és minden ilyen információ rendelkezésre fog állni. A kártyák elkészítését hosszas munka előzte meg, annak érdekében, hogy minden arra jogosultnak biztosítsanak kistérségenként elegendő kártyát, illetve az ezek kezeléséhez szükséges leolvasó terminált is. A Tiszapéterfalvai kistérség számára 5800 kártyát és a hozzátartozó leolvasókat szállították le. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen együttműködve a Határmenti Önkormányzatok Társulásának sikerült sikeresen elindítani és majd működtetni is több önkormányzatnál a szociális kártya programot. A mai nap folyamán ugye Tiszaháton a Tiszapéterfalvi kistérségnek és a Tiszaújlaki kistérségnek adtuk át a kinyomtatott szociális kártyákat, a kártyaolvasókat és a program működtetéséhez szükséges hardware programot, amivel szerintem egy multifunkcionális eszközt adtunk az önkormányzatok kezébe, és reményeink szerint jól is fogják tudni használni, és ez mindenféleképpen megkönnyebbíti az ők munkájukat is, és a kistérség területén élő lakosság számára is csak pozitívummal fog járni. Ugye a Beregszászi és a Nagybégány önkormányzat után a mostani önkormányzatok is megkapták. Most egy másik lépésbe lépünk a munkának, ahol ugye a regisztrációs pontok kialakítása, maga a program telepítése és a lakosság regisztrációja, kártya igénylése lesz a következő lépés, amit reményeink szerint rövid időn belül le fognak tudni bonyolítani az önkormányzatok. A kötnek jelenleg 12 tag önkormányzata van, de más önkormányzatokat is bevontak a programjukba a KMKSZ javaslatára. A kártyás rendszer telepítési feltételeinek ismertetése mellett a köt munkatársai felmérést végeznek a tagszervezeteik körében, amelynek az a célja, hogy ezáltal tudjanak segíteni azokban a nemzetközi projektekben, amelyek a közeljövőben nyílnak majd meg az önkormányzatok és a civil szervezetek számára. A 2023-as évben több határon átnyúló nemzetközi pályázati program fog indulni. Ebből hármat emelnék ki, ugye az Ukrajna-Lengyelország,
az Ukrajna-Románia és az Ukrajna-Szlovákia-Magyarország-Románia program. Mind a három programban jogosultak az önkormányzatok is részt venni, és várjuk ugye a konkrét pályázati kiírásokat, de ameddig nem jelennek még meg a konkrét pályázati kiírások, mi már addig szeretnénk egy olyan átfogó képet látni, hogy a társulásunkat alkotó önkormányzatoknál mik azok a prioritást élvező irányvonalak, mik azok az infrastruktúrális esetleg fejlesztések, vagy turisztikai fejlesztések, vagy pedig megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések, amiket be tudunk majd nyújtani, amint megnyílnak ezek a pályázati lehetőségek ezekbe a programokba. Ehhez ugye mindenféleképpen szükségesek a megbízható partnerek Romániában, Magyarországon, Felvidéken, Szlovákiában. Épp ezért segítünk majd az önkormányzatoknak, azoknak, akiknek esetleg nincs partnerük. Segítünk partnert keresni, segítünk megfelelő módon a pályázati anyagot is összerakni, de mondom, most egy olyan periódusában vagyunk ennek az előkészületi munkának, ahol feltérképezzük azt, hogy mik azok a pályázati irányvonalak, mik azok a fejlesztési irányvonalak, amiket majd elő tudunk terjeszteni, amint megnyílnak a programok. Ez egy óriási munka, és itt számítunk ugye az önkormányzati vezetőknek is az együttműködésére, a mi részünkről pedig minden segítséget, amire szükség van, azt meg fogunk adni. A közeljövőben minden a programba bekapcsolódó kistérségbe megérkeznek, mind a kártyák, mind pedig a hozzájuk kapcsolódó technikai eszközök is.